komótosan kanyarog a dráva kelet felé, mintha próbálná elodázni az elkerülhetetlen véget. Balpartján Somogy és Baranya kíséri utolsó útjára a Dunáig. Sorsa mindig is összefonódott Lapálya népének életével. Természeti javakban gazdag árterei és holtágai hiába védték és táplálták Árpád népét, a török időkben megfogyatkoztunk. A horvát betelepülők vérfrissítése is kevés volt. Perem helyzete elszigeteltsége máig nem engedi kilépni a dráva mellékét az elfeledettség árnyékából. Ám elhagyatottságából fakadó csendessége és háborítatlan értékei akár előnyére is válhatnak. Somogyi kincsei és az ormánság népi hagyományai, festett kazettás református templomai és természeti adottságai révén a turizmus lehet a dráva mente egyik kitörési pontja. A heresznyei dráva kanyarulatoktól a babócsai basakerten keresztül érkezünk a Dunadráva Nemzeti Park Dráva-Szentesi látogatóközpontjába. Barcsról kitekintünk Somogy tarnócára, majd az ősborókást útba ejtve tekerünk szállásunkig, a Szentborbási Vízmesterházig. Felső Szent Márton után Réffalu következik, majd Drávaiványin keresztül Sejjére megyünk. Útba ejtjük Piskót, majd betérünk a szaporcai ősdráva látogatóközpontba. Megnézzük még Adorjási és Kórós templomait, hogy végül Diósviszlón lépjünk ki az ormánság kapuján. Lám, nem kell mindig magas hegyek bérceire vágyni, távoli ormokon keresni a megnyugtató szépet. El kell jönni ide a délnyugati síkra is, amit egy tisztán kanyargó, sokat látott folyó szelketté. Heresznyénél a vizen hagytuk abba, most földet érve két keréken folytatjuk drávamenti kalandozásunkat. Mint égen a csillag, annyi narcisz virágzik vadon, szabadon a Rinya mellett. A monda szerint a hódoltság idején maga a török basa ültettette be a rétet csillagos narcisszal háremhölgyei gyönyörködtetésére. Európa legnagyobb narcisz mezője a basakert, babócsa árpádkori maradványait rejti. A Tibold nemzetség alapított itt bencés apátságot, aminek a török után csak puszta romjai maradtak. Babócsa meg átköltözött a Rinya túlpartjára. Dél-Somogy természeti és kulturális értékeihez nyit kaput Drávaszentesen a Dunadráva Nemzeti Park bemutató központja. A tájegységvezető Horváth Zoltán indítja útnak a hazajárót. A bemutató központ teraszán állunk éppen, ugye Somogy megye déli részén, egy érdekes helyen, mert ugye pont a Dráva völgy a hátunk mögött, ha elnézünk, az egy síkterület, a Dráva régi öntésterület, ez pedig a belső somogyi homokvidék, aminek a szélén most állunk. Ugye a Nemzeti Park az a Dráva mentén jött létre, és itt a folyó Somogy és Baranya megyei szakaszán kb. 170 km hosszú, és egy keskeny sáv, ami 24 ezer hektáron a Dunadráva Nemzeti Park drávai területeit jellemzi. Fontos volt annak idején, mikor a Nemzeti Park megalakult, hogy a Dráva mellett is legyen egy olyan központi épület, ahol az ide érkező turistákat, vendégeket fogadni tudjuk, és információval tudjuk ellátni, hogy merre, hova érdemes menni az adott időszakba. És itt el tudunk indulni egy kis tanösvényen, ahol le tudunk menni egy régi magyar házi állatfajtákat bemutató kis telepre, ahol amúgy a szürke marha gulyánk is van. A Nemzeti Park gazdaságában őshonos magyar házi állatokkal találkozhatunk. A kecskék és lovak mellett itt vannak régi ismerőseink, a rackajuhok is. Ezt az ősi fajtánkat állítólag még az őshazából hoztuk magunkkal. A szürke marhán az ember órákig képes legeltetni a szemét. Valami megfoghatatlan nyugalommal párosuló őserő sugárzik ezekből a szilaj állatokból.
nem csak határáról és vízállásáról ismert a vidék központi városa, Barcs. Vára is volt hajdan, de amikor Zrínyi Miklós megszabadította a töröktől, biztos, ami biztos, elpusztította. Az 1600-as évek már a kalocsai érseket, Széchenyi Györgyöt találták Barcson. A 20. századig a Széchenyi család bírta a vidéket. Széchenyi Ferenc gróf 1873-ban a közeli Somogy-Tarnócán szép kis kastélyt építetett. Aztán 1945 után mondani sem kell, az uradalmat államosították, s ahogy az lenni szokott, elpusztult vagy lábakélt értékes berendezésének. Azóta kallódik a jobb sorsra érdemes kastély, melenyugvással várva a véget vagy a megújulást. Épp úgy, mint a tájék. Barcs környéke századokon át Somogy vármegye kapuját jelentette Szlavónia felé. Ígéretesen fejlődött, ám Trianon végvidékké tette, amit a szovjet megszállás betetézett. Csak a legutóbbi időkben a határnyitással nyílt lehetősége, hogy újra erősödjön kapu szerepe, és lehetőséget kapjon a megújulásra. Ebben segíthet a drávamenti turizmus is. Jelzésértékű, hogy a drávamenti ösvényen, ahol egykor határőrök járőröztek, ma már a három folyó kerékpáros túraútvonal halad, Barcstól egészen Mohácsig. Egyre többen pattannak nyerekbe, hogy megismerjék az érintetlen tájat és az élő néphagyományt. Példának okáért Közép-Rigóc határában a hatalmas öreg tölgyet, amit a népi emlékezet a híres hírhedt somogyi betyárról, Patkó Bandiról nevezett el. Ha csonkán is, de áll még hatalmas törzse, amihez a legenda szerint a lovát kötötte, amíg a közeli csárdában mulatott. Patkó Bandi azt feleli ráján, fel sem állok, száz bandut szavára, nénémkednek ne járjon a szája, hogy a Patkó Bandi mulat a csárdába. Sajátos hangulata van a barcsi ősborókásnak is, melynek homokos talaja változatos életközösségek otthona. Buckás gyepjein a Nemzeti Park rackanyája legelészik, hogy újra eredeti szerepét tölthesse be a terület. A pásztorháznál Kovács Antallal, Pavlovics Istvánnal és Jóni Józseffel elegyedünk szóba. Adjon Isten, adjon az Isten. Adjon Isten. Isten. Honnan jöttek a juhok? Hát nagyon távolról jöttek Dráva Szántásról. Akkor bírni kell a gyaloglást. Hát igen, igen, nagyon bírni kell a gyalogolást. Nekünk is, az állatoknak is. Így van, így van. Na, a természeti környezet az azar. Hát a híres barcsi ősborókás. Így van. Többet hallottunk, végre ide értünk. Ez egy nagyon egy ritka egy növény. Pálinkát is lehet belőle főzni? Igen, igen, lehet. Azt is. A lényeg. Mindenben jó. Mindenben, így van. Köszönjük szépen. Van, akkor. Tisztelt, minden jó. Tisztelt, további jó utat. A nap már bíborral festi a Dráva vizét. Épp időben érkezünk szálláshelyünkre. A Szentborbási parton a Duna-Dráva Nemzeti Park egykori vízmesterházából kialakított vendégházánál jó vacsorával várnak barátaink Kelei Zita, Tóth Attila, Koller Júlia, Koller Zoltán, Bicó Tamás, Nagy Attila és Patak Csaba. Először egy pálinkát, így van. Vagy paprika, vagy pálinka. Mind a kettő erős lesz. Üdvözöllek benneteket itt Szentborbáson, lent a Dráva mellett. Nagyon sokat találkoztunk már fönt a hegyekben. De azt hiszem, hogy itt is vannak nagyon szép helyek, ahova érdemes eljönni. Nagyon szép tájakat lehet megnézni, nagyon szép falvak vannak szép templomokkal. És ez a hely is rettentő hangulatos. Nagyon szép kajak és kerútúrák vannak itt lent a Drávánál. Érdemes lejönni ide is.
Én pedig hoztam nektek Mohácsról egy busópálinkát, én csináltam a címkét. Nagyon kreatív. Alma, ringló, vegyes, úgyhogy fogadjátok szeretettel, mivel ős ismerősök vagyunk, úgyhogy ez már nektek megjár. Nagyon szépen, köszönjük. Ja, és van még valami, hogyha megnézitek a kenyeret, rá van írva, hogy hazajáró kenyér, azt a Zoli sütötte. Nagyon szépen, köszönjük. Úgyhogy készültünk minden rátok. Minden kézműves. Dobro došli. Túloldal már Horvátország. Abszolút, így van. Az már Horvátország. De hát egykoron. Ez a miénk volt. A miénk volt. Így van. De hát azt gondolom a turizmussal ez újra visszahódítható. És az a halad drávái volt? Érdemes lesz megkóstolni ezt a halászlét, hiszen ebből a drávából, ebből a tiszta vízi folyóból. Legtisztább vízi. Így van, pontosan. És kinek köszönhetjük a vacsorát? Attila. Nem. Attila? Attilának köszönhetjük. Attila is kedves felesége. Köszönjük szépen. Fogadjátok szeretettel tőlünk. Köszönjük. Merni kell merni. Lehet, hogy ma meleg is. Nyugodtan megeszhetsz egyébként. Meleg lesz meleg. Köszönöm szépen. Ez a dráva, még a rába azért tetszik, hogy ezeken Ipolytól nagyobb, de mondjuk a Tiszától kisebb. A vízmesterháza drávai vizitúráknak is remek bázisa. A Duna-Dráva Nemzeti Park természetvédelmi őrével, Csór Sándorral szállunk motorcsónakra. Dráva tisztaságát jelzi, hogy vizében a hazai halfajok háromnegyede megtalálható. A halbőség és a zavartalanság sok vízimadarat is a folyóhoz vonz. A magas partok kiváló fészkelőhelyek. A folyómenti ligeterdők jeles képviselői a hódok. Magát az állatot ritkán látni, de rágás nyomaival és a partfalba ásott kotorékával már könnyebben találkozhatunk. Patak Csaba barátunkkal újra nyeregbe pattanunk, átsurranunk Somogyból Baranya megyébe, s ezzel megérkezünk a titkok földjére, Ormánságba. Az első útba eső falu Felső-Szentmárton. Hallott-e róla bárki, hogy amikor Szent László lovak királyunk seregével Horvátországba tartott, hogy a koronához csatolja, éppen itt kelt át a Dráván. Szent Márton templomának falfestménye ezt a nevezetes történelmi eseményt örökíti meg. Aztán 1532-ben már Szulejmán szultán vert itt tábort. És ha egy szultán valahol megjelent, annak általában a falu látta a kárát. Bele is pusztult Szent Márton. Sok időbe telt, amíg főleg horvátokkal újra települt. Az Ormánság nem csak a törököktől szenvedett. Azért is topogott sokáig egy helyben, mert a kommunizmus idején a láncos kutya Jugoszláviájától elválasztó déli vasfüggöny elzárta a külvilágtól. Persze a szerb-horvát háború sem lendítette fel a vidéket. A Dráva gátján belül a Korcsina csatorna torkolatánál is találunk egy apró települést. A több mint 800 éves egykori kompátkelőhely Révfalu elszigeteltsége miatt már-már a kihalás szélére került. De szinte a 24. órában megfordult a fogyatkozó tendencia.
mint üdülőfalu lassan újra benépesül. Vonzerejét éppen elzártsága, szinte háborítatlan természeti környezete adja. Ha felkanyarodunk északra, megismerkedhetünk ormánság népi és szakrális emlékeivel is. Drávaiványi közel 800 éve emlegetett település, ma alig 200 lélek otthona. Kell, hogy legyen jövője egy olyan falunak, amely sokak szerint ormánság legszebb templomával büszkélkedhet. A tiszteletes Sinkovics Richárd vezet be a festett kazettás mennyezetű szentélybe. A táblákat az ősi magyar jelképrendszer elemei díszítik. Különlegessége egyetlen figurális ábrázolása, a sellő. A közepén ragyogó napkorongból az építés évét is megtudhatjuk. Iványi felett van ormánság fővárosa és legnépesebb települése. Sejje is megszenvedte a török időket, de aztán úgy megerősödött, hogy a 18. században már mezővárosi rangra emelkedett. Szívében már messziről vonza a tekintetet a Batthyány, majd Draskovics család kastélya. Körülötte a pompás arborétum több mint 350 fafajta otthona. Csak fenyőből van itt vagy 50 féle. Köztük még mamutfenyő is. Sejjén kell megemlékeznünk az ormánság felemelkedéséért munkálkodó néprajzkutatóról, Kis Géza református lelkészről. Róla nevezték el a sejjei néprajzi gyűjteményt. Svéda Bracsics Tünde mutatja meg nekünk a szabadtéri ormánsági múzeumot. A vidékre jellemző építkezési forma, a talpasház és a sajátos népi életmód sajnos már skanzenekbe szorult. Milyen igaza volt Kis Gézának, aki vallotta, hogy a hitben és hagyományban gyökerező, erős közösségek tarthatják csak meg az ormánságot. Nehéz az élet itt, de mennyire szerethető ez a táj. A hagyásfás legelők épp tavaszi erejük teljében zöldelnek. Áttekerünk az Árpád-kori Piskón is, ahol az ütött-kopott református templom mellett a sokat mondó hősök szobra is megér egy pillantást. A Drávamente Baranyára eső természeti értékeit és hagyományait az Ős Dráva Látogatóközpont hivatott bemutatni. A térségre jellemző élőhelyeket felvillantó interaktív kiállításról a Nemzeti Park munkatársa Wagner László mesél a hazajárónak. A látogatóközpontunk fő célja a térség ökoturisztikai látogatottságának a fejlesztése volt. A kiállításunk, illetve a tanúsvényeink is három nagy részre épültek föl. A térségnek a természeti értékeit, néprajzi értékeit, hagyományos értékeit szeretnénk bemutatni. A Dráva alakította a térségnek az arculatát. Itt a kiállításunkban is négy nagy részben áll a kiállítás. Az első rész a vízformát, a táj, a második rész a mocsárvilág, hisz a folyószabályozás előtt nagy mocsaras területek voltak, ahol az emberek pákászkodtak, begyűjtötték a télire valót, amit éppen értékesíteni tudtak. Következő élőhelyünk a réteg legelők, és szántóföldi művelésre alkalmas terület nagyon kevés volt. Állattartás volt a jellemző, mögöttem pedig a erdő látható, mint élőhely. Ugye a legmagasabb szintű, legdiverzebb társulás. Itt a folyószabályozás előtt, ahogy Kis Géza, ormánsági lelkész, a Ormánság című monográfiában írja, az itteni erdőknek a jó isten volt az erdésze, tehát a mocsár miatt nem tudta kiszállítani a fát, itt olyan 70% körül volt az erdősültsége a területnek, most ilyen 21%-nál tartunk. Ugye a szabályozásnak az lett az eredménye, hogy ugyanaz a víztömeg sokkal rövidebb úton, sokkal gyorsabban folyt le, megkezdődött a medernek a berágódása. Mocsarak tűntek el szépen. Mocsarak eltűntek, eltűnt a pálkász élet. Hogyha idejük engedik, akkor ki tudunk menni a tanösvényre megnézni szabad szemmel azt, amit
amiről most itt beszéltem. Hát hogy ne? Szívesen. A Cún szaporca holtág a Dráva-medence legjelentősebb egybefüggő holtágrendszere. A Cún szaporcai holtágrendszernek a Kisinci nevű holtág részéhez értünk le. Egy 5 km hosszú holtágrendszernek a keleti végében vagyunk, valamikor itt folyt ki a Dráva. Tehát ez az ős Dráva gyakorlatilag. Ez az ős Drávának a része. Sajnos főleg a nyugati része teljesen föl van töltődve. Ez még az egyetlen nyílt része. És a vízszintet azt egyértelműen a Drávának a vízszintje befolyásolja, és alacsony a Drávának a vize. A Dráva vizes élőhelyei, kicsattanó erejű legelők és a változó természeti és gazdasági viszonyokhoz alkalmazkodni próbáló református apró falvak. Erről is szól Ormánság. Adorjás népe hajdan még halászatból élt, ám a folyó szabályozása óta földműveléssel foglalkoznak. Ebből már nem nagyon tudtak megélni, ezért is alakult ki az Ormánságra jellemző lehető legrosszabb szokás, az egykézés. Bizony megritkult a keresztelők száma a festett táblákkal bíró református templomban. A Dráva szabályozása és Trianon diktátuma a szomszédos Kóróson sem múlt el nyomtalanul. A megmaradás biztos oszlopa az 1793-ban épült református templom. Páratlan színvilágú festett kazettás mennyezetével hirdeti az örökkévaló mindenek felettiségét. 45 kis falu néz a nagyvilágba, jön-e már valaki, ki sorsát megszánja? Jön-e már valaki, ki népét felrázza? Lesz itt a magyarnak új feltámadása? A régi ormánsági népdallal kérdezzük az elszenderítő elfeledettségből való ébredés lehetőségeiről a tetrekész polgármestert, Gotthár Lászlót. Bejártuk Ormánságot, láttuk, milyen természeti adottságai vannak, milyen gyönyörű református templomok vannak, viszont látjuk azt, hogy nagyon periférián van ez a vidék. Mi hozhat itt megújulást, illetve mi mutat előre? Igen, most az Ormánságról azért azt érdemes tudni, hogy jó néhány száz éve volt, amikor fényesebb állapotokat találhattak volna, és jobb körülményeket, amiben az emberek gazdagnak érezték magukat, pedig sokkal több mindenük nem volt, amit most látnak. Jelen pillanatban, hogy ön is mondta, nem ez a helyzet. A kitörési lehetőségek az főleg a turizmusban látjuk. A festett kazettás templomaink és az épített örökségünk az nagyon fontos, és szeretnénk, hogyha ezekre minden település közösen is fókuszálna. És ugyanilyen fontos, hogy az Ormánság eredeti vízi élővilágát helyreállítsuk, amire például az Ősdráva program is próbálkozást tett. És hogyha ez megvalósulna, akkor Magyarországon egy nagyon autentikus, eredeti élővilággal, tavakkal, erdős részekkel szabdalt kis arborétum jöhetne létre, ami tényleg egyedi lenne, és ez valószínűleg nagyon sok látogatót vonzna, és megélhetést is adna a helyieknek, ahogy sok száz éven át adott. Az ormánsági embereknek a sajátja, hogy az igazi ormánsági ember soha nem adja fel, soha nem megy el innen, akármilyen nehéz volt is a helyzet, legyen szó a török hódoltság koráról, vagy az oszmán hódoltság koráról, vagy akár a kulákosítás idejéről, soha nem mentek el önszántukból, és ha el is vitték őket, mindig visszajöttek, és itt helyben megállták a helyüket, minden nehézséggel szembenéztek, itt születtek, itt is haltak meg, és tartottak lelket egymásban, a fiatalokban, és továbbadták azt a kultúrát, amit örököltek a nagyszüleiktől, az unokáiknak, úgyhogy azt remélem, hogy ez a hozzás, ez a kitartás, ez megmarad a továbbiakban, és akkor biztos, hogy nem vagyunk elveszve. Jövőt kereső hittel és kétkedő, de szépre vágyó lélekkel érkeztünk a Somogyi Dráva mentére, hogy végül a jövőt fakasztó remény üzenetével lépjünk ki Diósviszlón, az Ormánság kapuján.
Oda át már a Villányi hegység domborulatai hívogatnak. Valami azt súgja, lesz még dolga ezen a tájon a hazajárónak.